Sziasztok! Lapos kenyeret fogunk sütni, a lehető legegyszerűbb receptet. A tálban kimérve láttok 125 g rozslisztet, ez lehet világos rozsliszt, vagy teljes kiörésű rozsliszt. 125 g búza finomlisztet, a BL55-öst, és 50 g zabkorpát. Tehát az összmennyiség 300 g. Ehhez adok egy teáskanál sót, és adok hozzá körülbelül 2 evőkanálnyi olívaolajat. Nekünk ez így ízlik, ez így nagyon egyszerű és bármivel fogyasztható, ami kenyeret kívánna. És hogyha van még egyéb elfekvő kincsetek, szezámmag, vagy olyan fűszer, amit szerettek, akkor azt is bele lehet keverni. Hideg vízzel fogom összeállítani, összegyúrni, és azt szeretném, hogyha egy jól formázható, homogén tészta gombócot kapnék. Ez össze is fogja szedni a tálból saját magát. Valószínűleg a kezemről is szépen le fog jönni, amikor összeáll. Nem kell gyúrni, dagasztani, csak összeállítani a tésztát, mert ezután folpakba csomagolva néhány órát szobahőmérsékleten pihentetni fogom. Ez a kenyérféle, ez a saját receptem, és az a tapasztalatom, hogy még napokig ropogós marad, tehát olyat képzeljél el majd a végén, mint egy chips akár, hogy ezek ilyen száraz, vékony, viszonylag kemény lapok lesznek, de nagyon jól rá lehet kenni a vajat is akár, vagy mártogathatod valamilyen finom krémbe, mondjuk egy jó padlizsán krémbe. Tehát a rozsliszt az ugye, azt tudjuk, az egy kicsit ragacsos dolog, de elég jól összeszedte a tálból magát, és viszonylag jól lejön a kezemről is, és az már a tészta gombóchoz ragad. Ezt tehát most folpakba fogom csomagolni, és néhány órát hagyom pihenni. Pár órát pihen a folpakban, szobahőmérsékleten, ahogy mondtam. Ezt kicsomagolom. És 16 darabra fogom vágni. Azt pedig a felezős módszerrel. Ez mindig ilyen foltos lesz, de hogy miért ilyen foltos, azt nem tudom. Tehát azt mondja, hogy már 4 felé vágtam, nagyon jó. Így már 8 felé, remek, és akkor ugye ezeket még tovább fogom felezni, és akkor így megvan a 16 kis kenyér. Ez elő van készítve, akár ilyen kis gombócokat is csinálhatok belőle. A lényeg, hogy ezeket egyenként fogom kinyújtani, itt a konyhapulton. Nagyjából egyformák egyébként. Hát lesznek kisebbek, nagyobbak, de úgy jó. És rizslisztem fogom nyújtani őket. Igen, így érzésre is legalább érzem, hogy nagyjából egyformás. Ha nagy eltérés lett volna, akkor egy kicsit igazítottam volna. Közben serpenyőt melegítek a tűzhelyen.
mert ezt száraz serpenyőben fogom megsütni. Bedobom a száraz serpenyőbe. Nincs benne se élesztő, se sütőpor, láthattad. Ez egy pár percig sül mind a két oldalán. Kellemesen piros posgásra. Látható, hogy ilyen kis buborékok keletkeznek a sülés közben, még itt a másikon még jobban látszik, és hát azt szeretném, hogyha, na ez már elég szép, hogyha ilyen foltosan pirosas lenne, ez is nagyon szép, így van, itt is sül egy 3 percet, aztán jöhetnek a következők. Meg is sült. Kopogós, ropogós, és ez meg is őrzi ezt a ropogóságát. Napokig eláll, de elég hamar elfogy, de tartós egyébként, sokáig bírná, ha nem ennénk meg. Kisült az utolsó kenyérke is, itt állnak száraz ropogós halomba. Most már csak egy kis vaj, vajkrém, sajtkrém, vagy valamilyen zöldségkrém, vagy egy tojáskrém kell, és kész a hibátlan vacsora. Jó étvágyat kívánunk!